Az alán eredetű jászok a 13. század elején, jelenlegi ismereteink szerint 1239-ben jöttek be Magyarországra a kunokkal együtt, és telepedtek meg a Zagyva, a Tarna folyók, valamint az Ágópatak által határolt területen, azon a területen, ahol tulajdonképpen ma is élnek, és maga a terület is később róluk kapta a nevét, hiszen Jászságnak nevezik. A jászok kezdettől fogva kiváltságosak voltak a kunokkal együtt. Úgy kell érteni, hogy mentesek voltak mindenféle földesúli tehertől, jobbágyok soha nem voltak, mindig önállóan fejlődhettek, nem kellett vámot, 30-adot fizetniük, és nem tartoztak egyetlen egy megye rendszerhez sem. Saját közigazgatásuk volt, saját bíráik, kapitányaik bíráskodtak fölöttük. 15. század az, amikor voltak éppen egy nagyobb fordulópont következik a jászok életében, ekkor sok mindent elhagynak, így köztük a nyelvüket, a viseletüket, az életmódjukban is változás áll be, és asszimilálódnak az itt élő magyar népességbe tulajdonképpen. 1745. május 6-án Mária Terézia aláírja azt a diplomát, amelyben visszaadja a jászoknak és a kunoknak korábbi kiváltságait. Ez a híres jászkun redemció, ami hát önmegváltást, visszaváltást jelent. Nos, ez viselet tekintetében azért nagyon fontos, mert a redemciót követően egy hatalmas gazdasági társadalmi fellendülés következik be. Olyan gazdag a Jászság ebben az időszakban, amilyen soha nem volt, sem előtte, sem utána. Ez nyilván a gazdagság, a jómód a viseletben mutatkozik meg leghamarabb, hiszen meg tudják venni a finom kelméket, mint a taft, a brokát, a bársony és a selyem. És nyilvánvalóan a redemciót követő időszak az, amikor kialakul az a sajátos parasztpolgári viselete a jászoknak, amelyet tulajdonképpen napjainkban is felelevenítettünk. A most látható jászöltözetek a 18.-19. század parasztpolgári viseletét mutatják be. A ruhák nagyobb része rekonstrukció, de láthatunk néhány szép eredeti darabot is. A kisgyermekek, mind a lányok, mind a fiúk 4-5 éves korukig egybe ruhába, úgynevezett zubbonyban jártak. Módos, redemptus családoknál azonban előfordult, hogy a fiúgyermekre már ebben a korban is a nagyokéhoz hasonló viseletet adtak. Ez a kisfiú fehér vászongatyát, nyak nélküli borjuszájú inget és fekete posztó mellényt visel. A kislányok iskoláskorukra kapták meg az első derekas szoknyát, amely lábszár középig ért, s alá fodros, fehér alsó szoknyát. A kislányok itt kartonanyagból készült, fodros aljú, apró virágos, dósai szoknyát hordanak. Fehér plés kecelével, fehér dinnye ujjú ingvállal. Két ágba font hajuk végébe színes pántlikát fűztek. Lábukon pántos cipő. Az iskoláskorú fiúk ünnepi alkalmakkor a szüleikhez hasonló ruházatot hordtak. Fehér bőgatyát, fehér nyakas borjuszájú ingel, sűrűn pitykézett, álló nyakú, zöld vagy kék színű, ujjatlan dolmánnyal, s fekete nyakravalóval. Lábukra ilyenkor csizmát húztak. A jászviseletre elsősorban a nem hivalkodó színvilág jellemző. Vannak olyan színek a felnőtt viseletben, ami egyáltalán nincs is jelen. Például a rikító piros, vagy a narancssárga, vagy a rózsaszín, vagy a kéknek a harsogóbb változata. Inkább a szolidabb színek jelennek meg.
A diszipmínja is szolid, hiszen, mint ahogy látjuk is a viseleti darabokon, akár a jelenkori rekonstrukciókon, akár pedig az eredeti darabokon, a jellemző díszítmény egy aránynak széles ezüst vagy arany sújtás, amit régen gallonnak neveztek, ezt méterben árusították, és ezt varták a pruszlik elejére, hátuljára, de nem túlzásba víve, és ez került a szoknya aljára, illetve ez került a féketőre is. A menyecskék ünnepi viselete drága, finom kelméből készült. Szemet gyönyörködtető látványt nyújtottak, amikor a templomba vonultak. Ez a menyecske lábszár középig érő sötétkék, taft szoknyát, viganót visel. Hasonló anyagból készült aranysújtásos pruszlikkal, dinnyeújú ingvállal, fehér, fodros, hímzett kötényjel. A fején ezüstös, kék bársony, kerepélyes féketővel. A féketőn fehér fátyollal, azt jelezve, hogy a fiatalasszonynak még nem született gyermeke. Nálunk ugye a kötényt kecelének mondják, a felső szoknyát viganónak, és hát aztán a felső ruhák közül a nyárika, amit ugye az asszonyok viseltek, illetve ennek egy béleltebb változata az öltöny. És ez még abban is különbözik a nyárikától, hogy hatalmas ilyen csöcsös pakfontok voltak rajta, ezek ezüst gombok, és ugyanígy hátul a nyárika, illetve hát az öltönynek a farkánál is voltak ilyen gombok. Azon kívül téli időben pedig bélelt kabátot hordtak, szintén díszes gombokkal, és előszeretettel hordták a 19. század végéig az asszonyok a kurtaderekú női kisködmönt, ami gyönyörűen kés volt hímezve. Az esküvőkor, mikor felkontyolták az újasszonyt, az újasszony haját, akkor rátették az aranyos vagy ezüstös kerepélyes féketőt. Aranyszínű vagy ezüst színű volt az a sújtás, az a gallon, amivel ugye díszítették magát a féketőt, és a kerepé rajta pedig egy ilyen masniszerű rész volt. Az új menyecskének, illetve az újasszonynak, még az esküvőn a féketőjére művirágokat raktak. Hát régebben ez ilyen viaszvirág volt, ezzel is jelezte, hogy egészen új sütető asszony. Azon kívül az esküvőt követően, ha bárhová ment, a féketőjére fátylat kötött, amivel azt jelezte, hogy még nem született gyermeke. Amikor az első gyermeke megszületett, attól a pillanattól nem viselte tovább, elrakták, és a család lány tagjai örökölték tovább. Nyilvánvalóan a kor előre haladtával a ruháknak a színe is sötétebb árnyalatba fordult, hiszen az idősebb asszonyok csak gyászkor hordtak tiszta feketét, inkább a sötét tónusú ruhadarabokat vették fel, akár a szoknyák tekintetében a sötét zöld, sötét kék, dohány színű, és ugyanígy a felső ruhák tekintetében is, vagy lehetett egy dohánybarna viganó, és ahhoz egy zöld tónusú felső rész, akár nyárika, akár pedig öltöny. Az egész idős asszonyok is hordhatták a féketőt, sőt hordták is. Ahogy a koruk haladt előre, a fékető elejére fekete szalagokból egyfajta ilyen rakott díszítményt készítettek, és azt erősítették föl, és hát a legtöbb asszony ebbe temettette el magát. Ezek az asszonyok földig érő sejemviganót viselnek, fehér, illetve fekete kötényjel.
A felsőtestüket hosszú ujjú béleletlen brokát nyárika, valamint selyemből készült bélelt, ezüst gombokkal díszített, úgynevezett öltöny fedi. Fejükön az elmaradhatatlan, kerepélyes fékető. A jássági női viselet sajátos darabja volt a rókaprémes mente, amelyet teljes várra terítve vagy panyókára vetve hordtak. Az itt látható megybordó bársony rókaprémes mente jászárok szálláson készült az 1880-as évek táján. A fiatalasszony sima aljú, brokát viganót, brokát pruszlikot, fehér ingvállat és fehér selyem hímzett válkendőt visel. A szoknya előtt fehér kecele. Fején bordó bársony, aranyos, kerepélyes fékető. A férfi viseletnek két nagyobb változatát ismerjük. Egyrészt a bőgatyás ugye, változat, amikor a nagyon bő bőgatyához és az alját is rojtolták, egy úgynevezett borjúszájú inget vettek föl. Ez sokszor egészen bő volt. Ezt jól lehet látni a régi 19. századi ábrázolásokon. Ehhez egy állónyakú, szintén ezüst gombokkal, pitykékkel ellátott dolmányt vettek föl, és arra pedig egy nagyon szép fekete nyakravalót. Ez minden esetben elmaradhatatlan volt. Nem hímezték a nyakravalót, hanem egyfajta arany sújtás volt rajta, arany rojtok. Egyszerű puritán volt, de nagyon elegáns, és ezzel is tulajdonképpen ezt az érdekes, hát kettősséget, ezt a parasztpolgári voltat szerették volna kinyilvánítani, hogy ők nem igazából parasztok, de nem is igazából polgárok, hanem a kettőnek egy nagyon sajátos ötvezete. A fejükön általában kucsmát viseltek, vagy kalapot, hát a kalap betörésnek sajátos módozatai voltak, és a visszaemlékezések alapján tudjuk, hogy meg lehetett különböztetni egy vásárba, hogy az illető férfi melyik faluból jött. Ugyanis mindegyik falunak megvolt a sajátos kalap betörési módja. A 19. század közepéig a jásság volt az Alföld legjelentősebb szűcsközpontja. A jássági szűcsök sajátos munkaeszközeikkel maguk dolgozták ki a hosszú szőrű rackaljú bőrét. Különböző míves bőrruhákat is készítettek, hímzett subákat, skurta derekú női ködmünöket. Ez a fiatal férfi újatlan, palástszerű, gazdagon hímzett, bőrrátétes, vócos subát visel, amelyet Tűzkő Pál jászárok szállási szűcsmester készített az 1870-es évek táján. A suba igazi oltalma volt a jásznak, ezt használták párnának, éjjeli fekvőhelynek, sőt, még a templomba is magukkal vitték, s arra ülve hallgatták Isten igéit. A subát télen-nyáron egyaránt viselték, mert a jászember még kánikulában sem akart megválni tőle. A subát csak az elromlás vagy a halál választhatta el gazdájától. Természetesen a férfi viseletre nagyon nagy hatással volt az élénk katonai élet. Itt elsősorban a posztóruhák megjelenésére kell gondolni, hiszen a bőgatyás viseletet a 18. században egyre gyakrabban váltják föl a sötétkék vagy szilvakék posztóból készült zsinóros nadrágok, amihez zsinóros dolmány járult, aztán panyókára vetett, vagyis félvára vetett mente. Ez elmaradhatatlan volt. Thank you.